Nem volt semmi ilyesmi, hogy úgy belezavarjuk meg ilyenek, érjünk végig. Ennyi, érjünk végig, élvezzük, és így napközben alakult, úgyhogy érdemes kicsitni. Nekem tetszett a sár is. Nagyon. Sőt, nagyon tetszett. Egy-két helyen azért volt necces sztori. Becsuktuk a tükröt, a kicsit össze is törött, az elején tolattunk egyet. Volt komoly. Aztán az másodikon érkeztünk meg a fockóval. Igen, a másodikon érkeztünk meg, úgyhogy az első két kerék. Úton értük pont a fockóékat, mert defektesek voltak. A visszapillantóban szerintem a kamikaze élet látta a tetőn. Biztos. Úgyhogy az félelmetes volt. 10 méteren kezdve biztos, hogy az aszfaltot láttuk magunk előtt, nem láttam semmi. Ott életünkben nem előztünk ennyi gyorsaságig, tényleg. Tehát az túlélő túra volt, rengetegen defektek volt. Szerencse is kellett ehhez, de a végén pedig ugye kiderült, hogy érdemes, hogy ebbéjét kell vívni. Adtuk neki. Feltettünk mindent egy lapra gyakorlatilag. Tehát az utolsó előtt én el akartam menni a gáz, úgy érezte, hogy rosszul megy, mondta ilyen kétharmadánál, hogy Maller, nem érdekel, de neved, nagyon jól megyünk. És kiderült, hogy a kamerások, hogy a kollégák fordultak utánunk, ők kapcsolgatták a lámpát, ő meg azt hitt, hogy már ér be a mögöttünk, mert ott adtunk 30-t a mögöttünk be. Nagyon jó volt, és a végén, tehát így mindent egy lett. Vagy beesünk, vagy nyerünk, egy másodperccel abszolút életünkbe lesz. A rally napja ez a mai, hiszen láthatjuk azt, hogy azt az összetartásban, összetartalásban, és egy ilyen szerzőtárs is tudja segíteni egy pilóta, egy ellenfél, a másik.